14. Odysseus látogatása Eumaiosnál. Ő meg a sziklás ösvényen sietett az öbölből erdős dombok alatt kifelé, oda, merre Athéné küldte, az isteni kondáshoz, ki a legkitűnőbben óvta a szerzett szolgák közt Odysseus jószágát. Ülve találta a pitvarban, körülötte kerítés épült föl magasan, mely körben messzire látszott. Szép nagy körbefutó, egykor maga hordta a kondás össze a messze került Odysseus disznóinak. Ebben nem segítette az Aglaertés sem az úrnő. Rakta kövekből, vadkörtével szekte a szélét. Kívül meg végig cölöpöt vert körben a földbe, sűrű sokat hántott tölgyfának a legközepéből. Közte 12 ólat is állított fel a kondás, jó sűrű sorban a disznóknak, bent mindegyikükben 50 erős, földön heverő sertése tanyázott, mint ellős koca, mert a kanok kint háltak, a számuk sokkal kisebb volt, hisz ezekből ettek a büszke kérők folytonosan. Számukra naponta a kondás indította a házhoz a legszebb nagyhasú hízót. Éppen ezért 360 volt csak a számuk. És közelükben 4 fenevad formájú kutyát is tartott őrül az emberek elseje, isteni kondás. Ő maga éppen készített lábára sarukat, és szép színű ökörbőrt vagdalt. Társai jártak, mindjuk másfele, falkáikkal a földeken addig 3-an. S volt még egy, kit a városi házba menesztett döjfös kérőkhöz, disznóval, kényszerűségből, hogy majd áldozván jól lakjék hússal a lelkük. Meglátták Odysseust az erős hangú ebek, ekkor nyomban bőz ugatással törtek rá, de Odysseus földre lapult ravaszul, botját kivetette kezéből. Ott a saját telepén szenved csúfkínokat akkor, hogyha a kondás gyors lábbal nem ront oda rögtön, pitvaron át sietett, kiesett a kezéből a bőr is, és a kutyákra rivalt, kavicsokkal meghaigálta, szétkergette, utána meg így szólt nyomban urához. Ennyi öreg, majdnem széttéptek most a kutyáim, s rám te gyalázatot is zúdítottál volna, pedig hát... Kaptam amúgy is az égi lakóktól bánatot és bajt. Itt ülök isteni jó uramért örökös siralomban, búban, s így nevelem másoknak ebédül a hízott disznóit, míg ő valahol vágyón eledelre jár más községben, más népek városa földjén, hogyha ugyan valahol még él, és látja a napfényt. Csak hogy jár, lépjünk kunyhomba, öreg! Hogy a lelked vágya szerint jól lakj étellel, bort is igyál rá, és azután megmond, honnan jössz, mi bajok értek. Szólt, és kunyhójába bevitte az isteni kondás. Bent ültette le, lombos gajakat hintve le, s arra ráterítette derék alját, vadkecske bozontos szőrű nagy irháját. Megörült leleményes Odysseus ennek a szép fogadásnak, szólt is szóval eképpen. Gazdám, adja neked meg Zeus, meg a többi nagyisten azt, mire legjobban vágyol, mivel így befogadtál. Erre te, Eumaios kondás, így adtad a választ. Jó idegem. Megvetni a vendéget sose szoktam, még ha silányabb is nálad. Zeustól jön a koldus és vendég. Az ajándék meg kedves, ha kevés is, szívvel adom. De bizony csak is ezt adhatja a szolga, mert mindig retteg, mikor új urak élnek a házban. Mert hiszen isteneink nem eresztik már haza többé azt, aki engem erősen birtokot adva szeretne, telket is adna nekem, házat, takaros feleséget, mint amilyent ad a hűszolgának a jószívű gazda, hogyha munkáját Isten meg is áldja, miképpen ime megáldja az én munkámat, amellyel igyekszem. Kaptam volna jutalmat tőle, ha itthon öregszik, s lám oda lett. Helénének pusztult volna ki törzse csúnyán, és térdét oldotta meg annyi deréknek, mert uram is tovaszállt Agamemnon tiszteletére jócsikajú Trójába a trószokkal verekedni. Így szólt,
s összép húzta övével gyorsan az ingét, ment el az ólhoz, amelybe rekesztve hevert a malac nép. Onnan két malacot kihozott, és nyomban levágott, megperzselte, föl is darabolta, s húzta a nyársra. Megsütvén odatette a húst Odüsszeusznak elébe, még nyárson, melegen, s a fehér liszttel telehintve. Öblös kancsóban vegyített neki mézizű bort is, ő maga szembe leült vele, és kínálta eszókkal. Láss hozzá, vendég, mi a szolgától telik, itt van. Csak malac ez, hisz a hízókat fölemésztik a kérők, isteni bosszút nem félnek, nincs szánakozásuk. Égbeli boldogokat sosem örvendeztet a rossz tett, ők az igazságot becsülik, meg a jószívű tettet. Mert hisz a rossz akaró gonoszok, kik a más mezejére törve a zsákmányt Zeustól kapják, és a hajójuk megtöltvén térnek haza, még azok is nagyon érzik, hogy megszállja a félelem őket az égi haragtól. Csak hogy ezek tudnak valamit. Tán isteni jós szót hallottak gyászos vesztéről, hogy nem akarnak sem kérőkként lépni fel illőn, sem hazatérni, csak vagyonunk nyelik el, nagy döj fel, mit se kímélnek. Mert hisz, ahány ét és napot ad Zeus, ők bizony egyre állatot áldoznak, de nem egyet a házba, se kettőt, s pusztítják a borunk, nagy döjfösen elpazarolják. Volt az uramnak sok jószága, bizony nem akadt hős, így gazdag, sem a szárazföldön, a barna mezőkön, s itt Itakában sem. S együtt 20 férfiúnak sincs, így sok mindene. Hadd számlálom elő neked ezt mind. Van csordája 12 a mezőn. Ugyanennyi disznófalkát, kecske, junyájat is, épp ugyanennyit pásztorok és fizetett szolgák őriznek a földjén. S tudd meg, a kecskéknek 11 nagy nyája legelget itt a sziget szélén, és értő emberek őrzik. Innen mindegyikük kérők számára naponta legkitűrőbb hízott kecskéjét hajtja a házhoz, s én itt őrzöm a disztókat, gondozva a falkát, itt szevelem ki a legszebbet, és küldöm be azoknak. Szólt. Odüsszeusz pedig ette a húst, és itt a jó bort, szótlanul, egyre mohón, s vesztét tervelte azoknak. Majd, hogy evett, s lelkét eleséggel fölvidította azt a kupát, melyből maga itta a bort, teletöltve adta a kondás át. Ő fogta, s örült a szívében, majd meg a kondáshoz szólt szárnyas szókkal eképpen. Mondd meg hát, ki a gazdag, aki téged dús vagyonából vásárolt, aki így tehetős, aki ennyire gazdag? Mondtad imént, Agamemnonért pusztult el a gazdád, mondd a nevét, hát, hogyha fölismerem őt azután is, mert Zeus tudja talán, meg a többi haláltalan Isten, tán hírét is adom, hisz sok földet bebolyongtam. Erre a kondás emberek elseje mondta a választ. Jó öregem, sose győzheti már meg az erre vetődő vándor drága fiát hírével sem feleségét. Mert hisz a kóborlók kegyelemfalatokra szorulnak, hát hazudoznak, s nem kívánnak szólni igaz szót. Mert aki csak hozzánk Itakába kerül csavarogva, úrnőmhöz megy el, ámító szavakat locsog egyre, ő szívesen befogadja, kikérni, de közben a könnyét pergeti, csak szemehéja alól, mint illik a nőhöz, hitves ez, miután meghalt idegenben a férje. Hát, öregem, szívesen kitalálnál tán te is ezt-azt, hogyha köpenyt adnának a szóért, inget is, öltönyt. Néki azonban már ebek és gyors röptű madárraj tépi a hús csontjáról. Rég elhagyta a lélek, vagy halak ették meg tenger mélyében, a csontja fekszik a part peremén, a fövenytől elborítottam. Ő bizony ott pusztult, s a barátai bajba maradtak mind, de leginkább én búsulok, hisz nem lelek úgysem ennyire jó akaró gazdára, akárhová térjek. Még ha apám, meg az édesanyám házába is érnék, hogy születésem esett, Saul, ők táplálva neveltek, nem bizony? Ennyire őket sem siratom, noha vágyom még egyszer meglátni szememmel az otthoni földön. Csak hogy Odüsszeuszért, aki elment, elfog a nagy vágy. Számra nevét csak restelkedve veszem, noha nincs itt jó idegen, hiszen úgy szeretett, oly gondos uram volt,
s kedves gazdámnak nevezem, noha messze van innen. Erre eképpen szólt a sokat tűrt isteni férfi. Kedvesem, én tagadod, hogy visszajöhet. Soha sem jön többé, meg mondtad, mert lelked ilyen hitevesztett. Hát én nem csak amúgy mondom, hanem esküszöm is rá, hogy hazatér, Odysseus, s a jutalmat kapjam e hírért rögtön, amint ideérve saját házába betoppan. Adjatok akkor drága köpenyt nekem, inget is, öltönyt, csak hogy előbb, bármennyire kell nekem, el se fogadnám. Gyűlöletes nékem, Hádész kapujával egyenlőn, kit noha inség is rábír a hazuglocsogásra. Tudja tehát meg Zeus legelőbb, meg a vendégasztal, a tűzhelye hős Odysseusnak, amelyhez járulok itten, minden aképpen lesz, ahogyan megmondom előre. Még ugyanebben az esztendőben megjön Odysseus. Majd mikor elfogy a hold, és kezd növekedni az új hold, akkoron ér haza, és bosszút áll mindazokon, kik sértegetik feleségét és fényes fiú sarját. Erre te, Eumaiosz kondás, így adtad a választ. Meg nem adom neked én, öregem, soha azt a jutalmat, és Odysseus se kerül haza már. Na, de rajta igyál csak szép nyugalomban, szóljunk másról. Már ne is említsd én nekem ezt, hisz a keblem mélyen szívem örökké gyötrődik, valahányszor egy jó urat emlegetik csak. Adjuk az esküdözést, bár csak hazatérne Odysseus úgy, ahogy én akarom, hogy jöjjön Spénelopeia Ag Laertészszal, meg az isteni Telemachosszal. Most a fiú csiratom csak, a jó Odysseus ivadékát, Telemachoszt, kit az istenek oly szép nagyra növeltek, mint valamely szép fát, sittem, hogy a kedves apánál nem lesz hitványa, hisz alakjas a termete pompás. Most pedig épp elméjét ím eloroszta egy isten, vagy valamely ember, stovaszált szentföldű Pűloszba apja felől híreket tudakolni, s a nagynevű kérők cselt vetnek neki, míg hazatér, hogy a törzse kivesszen névtelenül Itakából az isteni Arkesziosznak. Róla ne szóljunk már, hogy kézre kerítik-e vajon, vagy még megmenekül, ha Kronion óvja kezével. Inkább rajta, öreg, te beszéld el most, ami baj bánt, s mondd nekem azt is el őszintén, hadd tudjam egészen, honnan jöztek, ki vagy, hol a városod és a szülőid, mi bárkán jöttél ide, és Itakába hajósok hogy hoztak, s magukat kiknek vallják dicsekedve, mert hisz, hogy gyalog érkeztél ide, vélve se vélném. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus. Mindezeket neked én megmondom igaz szavaimmal. És csak volna időnk rá, volna elég eleségünk mézizű szimborral, míg itt a tanyádon időznénk és lakomáznánk csendben, s más látná el a munkát, akkor egész esztendőn át tudnék szakadatlan arról szólni neked, mi a lelkem bántja, s amit csak végig szenvedtem, mivel így rendelte az Isten. Tudd meg, a nemzetségem földje a tágterű Kréta, dús ember fia volnék én. Sok gyermeke nőtt fel termeiben, miután született, de nemes valamennyi, mert feleségétől született, míg engem egy ágyas vásárolt lány szült. De akár velük, én velem úgy bánt Kastor Hylakidész, akitől sarjadni dicsekszem, és kit a krétai nép, mint Istent, annyira tisztelt, mert tehetős volt és boldog, s fia mind daliás volt. Érte azonban jöttek a kérek, hogy levigyék őt Hádésznak házába. Javát ezután meg a döjfös gyermekek osztották föl, sorsot vetve utána, és nekem egy kis viskón kívül nem sokat adtak. Én jómódú szülők lányát vettem feleségül érdemeim folytán, mert nem voltam se volont, sem harcok elől szaladó, hanem ez már mind csak a múlté. Mégis, tán a kalászt is sejted, hogyha a pejvát nézed, elég inségben volt már részem azóta. Bátorságot adott nekem Árész, Pallas Athéné és győztes harci erőt, amikor kiszemeltem a lesre legderekabjaimat, nekirontva a rossz akaróknak,
akkor az én bátor lelkem sose várta a véget, első sorba kiugrottam, s kelevézzel ütöttem által az ellenség közül azt, akit éppen elértem. Harcban ilyen voltam. De sosem kedveltem a munkát, s házias életet én, mely táplál drága utódot, folytonosan csak a jó evezőjű hajóknak örültem, harcnak, jól hegyezett gerelyeknek, fürge nyilaknak. Gyászos dolgok ezek másoknak, szörnyű ijesztők, nékem tetszettek. Tán Isten tette szívembe, más-más dolgokban lel más-más ember örömre. S még mielőtt Trójába vonultak a harcos akhályok, törve 9 ízben seregemmel fürge hajókkal más népekre, szerencsés voltam, szedtem a zsákmányt. Legszebbjét kiszemeltem, s nyertem sorskivetésből még sokat. Így gyorsan nőtt házam, sokra becsültek, féltek tőlem a krétaiak, s irigyeltek is engem. Csak hogy a messzire dörgő Zeus kitalálta a gyűlölt útrakelést, mely olyan sok férfinak olta meg a térdét. Akkor a nagynevű Idomeneusszal kényszerítettek szállni hajóval Trója alá. Nem akadt lehetőség, hogy kikerüljük. A népszava súlyosan ért bennünket. Hosszú 9 évig verekedtünk ott mi akhályok. Földultuk Priamosz várát, azután s hazatértünk bárkákkal, de az Isten szétszórt minket az áron. Én nyomorult. Gonoszat tervelt számomra a bölcs Zeus, mert egy hónapig ültem csak fiaimnak örülve, s törvényes feleségemnek, s vagyonomnak, utána lelkem Egyiptom földje felé küldött ki hajózni, isteni társakkal, jó fölszerelésű hajókkal. Gája 9 készült, s a legénység gyűlt bele gyorsan. 6 napon át ezután szeretett jó társaim egyre csak lakomáztak, s állatokat, hogy az égi lakóknak áldozzák, sokat adtam nékik is bő eleséget. Majd 7. napon elhagytuk mi a tágterű Krétát. Északi tiszta erős jó széllel szállva hajóztunk könnyen előre, akár a folyóban. Baj nem is érte egy bárkámat sem. Sértetlenül ülve pihentünk, kormányos meg a szél igazították csak a bárkát. Bővizű Aigyptosz folyamát 5. nap elértük, s 2 ívű hajóim az Aigyptosz folyamában állítottam meg, szeretett jó társaim intve, őrizzék bárkáikat, és ne bolyongjanak arrébb, s csak figyelőket küldtem szerte a sziklatetőkre. Ők engedtek a gőgjüknek, s bízván erejükben földulták az egyiptomiak gyönyörű legelőit, hajtották el a nőket, a gyermekeket, s aki ott volt férfi, megölték. Városokig hamar ért el a lárma. Erre a városiak korahajnalidőn kirohantak, halva a zajt, megtelt lovasokkal, a sík, gyalogokkal és ércnek ragyogásával. S villámszerető Zeus rémületet küldött minden társamra, ki sem mert szembe megállni az ellenséggel, s az bekerített. Ott azután sokat öltek meg közülünk hegyes érccel, másokat elvittek sanyarú munkára erővel. Zeus maga keltett gondolatot bennem, de bizony bár haltam volna meg, ott töltöttem volna be sorsom mégis Egyiptomban, csak a baj várt rám ezután is. Jól kalapált sisakom sebesen lecsatolva fejemről, pajzsomat is vállamról, elhajítottam a dárdám, és a király paripái elé odabuktam. A térdét megfogtam, s megcsókoltam, gönyörülve emelt föl. Könnyeim omlottak, hazavitt szekerém maga mellett. Kőris dárdával rontottak rám seregéből rengetegen, le akartak szúrni goromba haraggal, ő nem hagyta, mivel tisztelte a vendéglátó Zeus mérgét, ki a csúftettet megbünteti mindig. 7 esztendeig ott éltem, s az egyiptomi népek földjén nagy vagyonom gyűlt már, mert mind sokat adtak, ám hogy az esztendők fordultak, a 8. eljött, jött oda egy Phoenix ember, ki cselekbe tudós volt, tolvaj sok gonoszat művelt kárára sokatnak. Ez rávett engem ravasz ésszel, hogy vele menjek, Phoenixiába, ahol neki állott birtoka háza. Ott azután őnála maradtam egész kerek évig. És miután elmúltak a hónapok és a napok mind, s fordult újra az év, perdült évszakra az évszak, akkor tengeri bárkán vitt,
Libyába magával, álnok ürüggyel, hogy neki ott berakodni segítsek, ám igazában azért, hogy eladjon szörnyű nagyáron. Én noha sejtettem, vele mentem kényszerűségből. Északi tiszta erős jó széllel szállt tova Gáján Kréta fölött szépen, de a nagy Zeus vesztük akarta. Mert amikor Krétától újból messze kerültünk, s föld már nem látszott körünk, csak az ég meg a tenger, Zeus felhőt küldött ki hajónk fölibé, hogy az égbolt fönt kékes-feketébe borult, s a vizekre homályhult. Sűrűn dörgött Zeus, s villámot ütött a hajóba. Megrendült a hajó, amikor Zeus mennyköve érte, megtelt kénfüsttel, kizuhantak a társak a vízbe. Barna hajón körül úszkáltak, mint tengeri varjak habtalajon. Hazatértüket így elorozta az Isten. Nékem azonban Zeus, bármint búsult is a lelkem, hosszú nagy árbocfát a sötétkék orrú hajóról ott maga tett a kezembe, hogy elmeneküljek a vészből. Rácsimpaszkodtam, s a dühös szelek űztek előre. Hosszú 9 napon át hányódtam, utána vak évben hömpölyödő nagy hullám Teszprót földre taszított, ott meg a Teszprótok fejedelme a hőszívű Fejdon vendégül fogadott. Szeretett fia lelt meg a parton, dér és fáradtság kínzottan, s vitt haza nyomban. Kézzel fölsegített, így vitt el az apja lakába, s köntössel látott el amott ingel köpenyeggel. Ott hallottam Odüsszeuszról, mert mondta, hogy őt is vendégként tartott, amikor Honi földje felé ment. Kincseket is mutatott, melyeket gyűjtött, nagy Odüsszeusz réz, meg arany volt ott, s nagy gonddal megkalapált vas. Még 10. nemzetségének is éppen elég lesz, oly sok kincse hevert a király palotája ölében. S mondta, hogy ő Dodona felé ment, hajkoronás nagy tölgy susogásából meghallani Zeus akaratját, hogy hogyan érhet az útján már haza Dús Itakába, nyíltan-e vagy titkon, mivel oly rég távol időzik. Esküdtett nekem ő, borítalt locsantva a házban. Vár már rá a hajós, a legénység készen az útra, és hazakísérik szeretett földjére Honának. Engem azonban előbb küldött el, mert hiszen éppen indult egy bárkájuk a termő Dulikionba. Avval Akasztoszhoz küldött, a királyhoz. Akarta, hogy gonddal vigyenek, de azok bősztervnek örültek ellenem akkor mind, hogy egészen a bajba merüljek. Hát, hogy a tengeri bárka a földtől messzire járt már, ott kiderült, hogy rabszolgának akartak eladni. Tépték is le a leplet rólam, az inget, a köntöst, más rossz rongyokat adtak rám, és fosztadozó csúf inget is, ezt, melyet magad is látsz most a szemeddel. Este felé érkeztek a megművelt Itakához. Jó evező padú bárkának fenekére kötöztek jól sodrott kötelekkel, utána a partra kiléptek, s nyomban a partifokon sietősen megvacsoráztak. Közben az égi lakók könnyen vették le kezükkel durva bilincseimet, fejemet rossz ronyba takartam, s hátul a jól faragott kormánynál csúsztam a vízbe. Mellel rádöltem, s úsztam, kezeimmel eveztem, s gyorsan messze kerültem az ő kikötési helyüktől. Ott léptem ki, hol erdő állt, dús, sűrű virágú, ott vártam kuporogva. S azok rivalokba kutattak mindenhol, de mikor látták, hogy a nagy keresésből nincs többé hasznuk, fölszálltak a görbehajóra újból. Míg maguk isteneink rejtettek előlük könnyeden el, s egy bölcs ember kunyhója ölébe hoztak, mert az a sorsom, hogy még élve maradjak. Néki te, Eumaiosz Kondás, így adtad a választ. Jaj, te szegény idegen, bemegindítottad a lelkem, míg mind elmondtad, mi hosszan tűrve bolyogtál. Egyet nem mondtál csak rendben. Nem hiszem én, hogy elhiheted, mit Odüsszeuszról szóltál. Minek is kell épp te neked hazudoznod hasztalanul? Tudom én is, mint tartod haza gazdám,
mind gyűlölte az összes égi lakó őt, hogy nem esett el a trójai harcban, és a szerettei karjai közt sem halt meg utána, mert neki halmot emeltek volna az összes akályok, és ő nagy szerzett hírt hagyhatna fiának örökbe. Ám de a szélviharok tovahorták dicstelen innen. Én itt őrzöm a disznót, városba se nézek, csak ha okosszívű Pénelopé óhagyja, hogy innen elmenjek hozzá, mert hallott hírt valahonnan. Mindenről faggatják ők, körülölelve a vándort, az ki búsul, mivel oly rég messze időzik a gazda, és ki örül, mert büntetlen fölemészti a házát. Én bizony nem szeretek semmit kérdezni, kutatni, egyszer már becsapott a szavával egy ajtól ember. Embert ölt, s menekült az a téres földeken által, szállásomra került, és én őt szívesen befogadtam. Hát ez mondta, hogy Idomeneusznál, krétai parton látta, mikor gondozta hajóit, mert a viharban megrongálódtak. Hazajön majd, mondta, vagy ősszel, vagy még nyáron, a sok kincsel, sok nagyszerű társal. Hát te... Te sok bajú vén, ha az ég házamba hozott már, itt hazudozva ne hízelkedj, ne akarj megigézni, mert nem ezért foglak téged tisztelni tanyámon, vendéglátó Zeust félem, s rajtad könyörülök. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Látom, hogy kebeledben a lelked szörnyű hitetlen, és meg is esküdtem, de te mégsem hitted a szómat. Kössünk hát fogadást. Legyenek tanúink az Olimposzt birtokoló magas istenek, ők hallják a szavunkat. Hogyha urat hazatér, és ebbe a házba betoppan, köntöst, inget is adsz köpenyeggel, s Dulikionba küldeszel engem, amerre a lelkem vágya kerülni. S hogyha urad nem tér haza úgy, ahogy én kijelentem, szolgahadat küldj rám, az vezessen a mélybe e szirtről, s így tartózkodjék más koldus a csalfa beszédtől. Néki a választ most így adta az isteni kondás. Jó idegen, no bizony szép hírem lenne, s erényes hírem a népek közt most rögtön is, és ezután is, hogyha kunyhómba vezettelek, adtam ajándokot, aztán meggyilkoltalak, és eloroztam a kedves lelked. Hát könyöröghetnék azután majd Zeus Kronionhoz. Most pedig itt az idő vacsoráznunk, jönnek a társak tüstént, hogy készítsük benn vidító vacsoránkat. Ők egymáshoz ilyen szavakat hallatva beszéltek, közben a disznók és disznóterelők hazatértek. Elzárták nyugovóra, hová szopták a kocákat. Rettenetes zaj csaptak azok, mikor ólba nyomultak. Társaihoz pedig így szólt ekkor az isteni kondás. Áldozzuk fel a legszebb disznót rajta, a vándor vendégkedvéért. Mi nekünk is jó ez, akik rég minde fehérfogú disznókkal kínlódva vesződünk, míg a mi munkánkat mások bosszulatlan eszik föl. Szólt és fát hasított szét éles fejsze vasával. Hájas, ötesztendős disznót hoztak be a társak. Tűzhelye mellé vitték, és ő el nem hanyagolta most az örökké élőket, hisz a lelke derék volt. Hát legelőbb a fehérfogú sertéstek fejeszőrét dobta a tűzre, könyörgött mindegyik égi lakóhoz, hogy házába a bölcs Odüsszeusz hazatérjen, elérjen. Majd leütött egy otheverő fahasábbal a disznót, azt elhagyta az élet. A társak most beleszúrtak, megperzselve föl is szeletelték, tálra kirakták, minden rész húsát dús hájba takarta a kondás. Majd lisztet hintett tetejébe, a tűzre vetette. Fölszelték maradékait, és fölhúzva a nyársra, gonddal megsütögették mind, majd újra lehúzták, és tálakra kirakták. Majd odaállva a kondás osztani kezdett, mert értette nagyon, mi az illő. Fölszeletelte a húst, s 7 részt osztott ki belőle, egyet a nimfáknak, s Hermésznek, Maja fiának tett könyörögvén félre, a többit a társai kapták. És a fehérfogú disznó háthúsát Odüsszeusznak megtisztelve urát átadta. Örült szíve annak, s kondásához eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Eumaios, bár téged eképp kedvelne a nagy Zeus, mint én,
kit jókkal tisztelsz meg ilyen nyomorultat. Néki te, Eumaios kondás, így adtad a választ. Csak lakomász, te csodás vendég, és lej örömödre abban, amit látsz itt. Hiszen ezt ad, amaszt pedig elvon, mit csak a lelkében kíván, mindent tud az Isten. Szólt, s áldozta előbb a haláltalanoknak a zsengét, majd locsantva a lángszínű bort odaadta kezébe várduló Odüsszeusznak, utána a része elé ült. Majd osztott kenyeret ki Messaulios. Őt az urának távollétében maga vásárolta a kondás. Nem segítette az Aglaértés sem az úrnő, mert a Táfosz beliektől vette saját vagyonából. S ők kirakott kész étkek után kezüket kivetették, majd miután elverték végül az éhet, a szomjat, vitte az ételt vissza Messaulios. Ők a kenyérrel s hússal is eltelten mentek lepihenni sietve. Jött fenyegetve a holtalan éh, szakadott-szakadatlan Zeus zivatarja, s a párahozó Zephyros dühe tombolt. És köztük szólt Odüsszeusz, és megpróbálta a kondást, hogy köpenyét átadja-e néki, levetve vagy egy más társat buzdít-e erre, hiszen volt gondja Reá nagy. Eumaios, de ti is társak, hallgassatok én rám. Kérve beszélek most, mert rávesz az elmeveszítő bor, mely a bölcsesű embert is dalolásra derít és gügyögő nevetésre, bizony buzdítja a táncra, és hogy olyan szót mondjon, amit ki nem ejteni bölcsebb. Mégsem hallgatom el, miután már szólani kezdtem. Bárcsak oly ifjú volnék, s úgy megvolna erőm is, mint amidőn cselcőve csatásztunk Ilion alján. Mert Odüsszeus vezetett, s vele Atreidész Menelaosz, s harmadikul velük én, ők kértek rá maguk engem. Hát amidőn a magas vár bástya falához elértünk, körben a vár körül ott, a sűrű cserjésben, a sás közt, fegyvereinknek alatta feküdtünk mind a mocsáros földön, míg gonosz és fagyos éjszaka jött, Boreász fújt, és a magasból, mint dermesztő zuzmara hullott folyton a hó, pajzsunkra a jégkristálya rakódott. Volt köpeny akkor mindegyiken, volt ingük is akkor, majd nyugalomba feküdtek, a válluk pajzs borította, én pedig ott hagytam köpenyem, mikor útnak eredtem embereimnél balgán, nem gondoltam a fagyra, s úgy mentem velük el. Csak a pajzsal, s fényes övemmel. Harmada vár csak az ének, a csillagok is nyugovóra hajlottak, s Odüsszeuszhoz ekép szóltam, ki közel volt meglökvén könyökömmel, s ő hallgatta azonnal. Isteni sari, Laertiádész, leleményes Odüsszeusz, nem leszek én immár eleven, megöl itt a kegyetlen fagy, mert nincs köpenyem sem. Lám becsapott ma a daimon, s egyinkben szálltam ki, de innen semmi menekvés. Szóltam ekép. S lelkében ilyen jó gondolat ébredt, mert a tanácsban is oly kitűnő volt, mint a csatában. Folytott hangon szólt, ezeket suttogta fülembe. Hallgass most! A beszéded a többi akháj sose hallja. Szólt, s fölemelve fejét könyökéről mondta azonnal. Hallga, barátaim, isteni álom látogatott meg. Messze szakadtunk bárkáinktól, menjen egy ember, s mondja meg Atreidész Agamemnonnak, ki a népek pásztora, hogy küldjön hozzánk új társakat onnan. Mondta szavára Thoász, Andraimon gyermeke tüstént fölpattant, bíbor köpenyét lehajítva megindult futva a párkákhoz. S köpenyében fekve bevártam én az aranytrónú hajnal sugarát nagy örömmel. Bárcsak oly ifjú volnék, s úgy megvolna erőm is. Tán valamely kondás ellátna köpennyel az ólnál akkor, mert a derék férfit tisztelve szeretné, most csak becsmérelnek, amért rút rongy takar engem. Erre te, Eumaios kondás, így adtad a választ. Jó öreg, im igazán gyönyörű az, amit ma meséltél, illetlen nem volt a szavad, de hiába se mondtad. Hát nem lész szűkébe ruhának, semmi olyannak, mit sokat eltűrt esdeklőnek nyújtani illik itt most, ám reggel vedd újra a rongyaidat fel. Mert váltó köpenyeg nincs itt sok. Nincs bizony ink sem váltani, mindegyik embernek csak is egy van ezekből.
s majd miután hazaér Odüsszeusz szeretett fiú sarja, ő maga ad neked inget is, öltönyt jó köpenyeggel, és odaküld, ahová szíved meg a lelked akarja. Szólt, fölkelt, severőt helyezett közelébe a tűznek, s rá juhok és kecskék irháját dobta azonnal. Arra feküdt Odüsszeusz. Eumaiosz ráborította roppant sűrű subáját, mely ott volt, hogy a kondás húzza magára, ha faggyal a rettenetes vihar ébred. Így hát ott szunnyadt Odüsszeusz, körülötte a többi ifjú férfi aludt, de a kondásnak sose tetszett disznóktól távol maga is, hogy köztük aludjék. Mencs fölövezte a fegyvereit, megörült nagy Odüsszeusz, hogy távol létében is így ügyel az vagyonára. Az meg az éles kardot erős vállára kötötte. Szélelhárító, sűrű-szőrű subát kanyarított válla köré, s rá irháját hízott gödőjének, fogta hegyes gerejét a kutyák meg az emberek ellen. S ment lepihenni az Olhoz, ahol Boreász dühe ellen mind a fehérfogú disznót öblös sziklat akartak.